A munkahelyek teremtése Békés megye számára kiemelten fontos feladat, hiszen itt az országos viszonylathoz képest is jóval rosszabb a foglalkoztatás. Viszont ha nincs munkahely, nem tudnak hol dolgozni az emberek. Mi úgy látjuk, hogy Gyula városával együttműködve csinálni kell egy olyan területfejlesztést, ahol akár több 10 hektárnyi területen is vállalkozást tud fogadni. A gyulai önkormányzat évek óta foglalkozik azzal, hogy a várost délről elkerülő határon átnyúló út melletti területet valamilyen módon hasznosítsák, elsősorban ipari céllal. Gyulának van régóta egy ipari parkja a Henyei úton, csak ott át kell menni egy vasúti átjárón, ezért nem nagyon kedvelik, és a régi területeink egy része még mindig szabad. A most induló beruházásban a gyulai és a megyei önkormányzat működik együtt oly módon, hogy közös pályázatot adnak be egy ipari park létrehozására. Mindkét önkormányzatnak van szabad területe a gyulai elkerülő út mellett, ennek hasznosítását tervezik. Ennek közös fellépését kezdeményeztük, úgyhogy a gyulai önkormányzat viszi a prímet, ha úgy tetszik, talán jobb kormányzati kapcsolatokkal. Mi meg megpróbáljuk azt a szakmai tudást, pénzügyi lehetőséget hozzátenni, hogy a saját ingatlanunkkal ebbe bekapcsolódunk. Az ipari park megvalósulása nem csak azt jelenti, hogy így vállalkozások kapnak lehetőséget a letelepedésre, de ezzel új munkahelyek is létrejönnek, nő a foglalkoztatottság, és fellendül a megye gazdasági élete.